A március 15-i emlékműsort követően Bodnár Gábor igazgató először a tanulmányi versenyek legjobbjait szólította a színpadra. Az Apáczai Csere János Tehetségkutató Komplex Természettudományi Tanulmányi Verseny regionális döntőjét és a Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulóját egyaránt a Hunyadi csapata nyerte. Emellett több városi és megyei tanulmányi versenyen értek el dobogós helyezéseket az iskola diákjai. A sportolók közül az úszók és a dzsúdós Horváth Bence szállította a jó eredményeket. A hétvégi játékos sportverseny országos döntőben Budapesten ismét a Hunyadi csapata lett a legjobb. Az iskola 20 éve indult először ebben a sportágban a diákolimpiai versenyeken. Most sorrendben 9-szer, összesítésben pedig 10-szer lett diákolimpiai bajnok a Hunyadi Mátyás Általános Iskola JSV csapata. Az eltelt 20 év alatt 10 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szerzett a Hunyadi. Ilyen eredményt egy iskola sem mutatott fel eddig még Magyarországon. Az okleveleket és a kupákat Bodnár Gábor igazgatótól vehették át a gyerekek és a két felkészítő tanár, Bíró Csaba és Herpai Imre.